Köszöntöm nézőinket! Önök Székely magazinunkat látják, tartsanak velünk! Bukovinai székelyek búcsúja, az összetartozás ünnepét ülték. A dombóvári székelykör nem csak emlékhelyekkel tartja fenn a hagyományokat. A bukovinai székelyek búcsújára és székely találkozóra került sor Bonyhádon és Kismányokon. Az ünnepség keretében avatták fel a székelyporta újabb darabját, a székelycsűrt, amely közösségi feladatokat lát majd el a jövőben. A találkozón a Szentmisét Tamás József, madéfalvi segédpüspök celebrálta. Az ünnepség keretében adták át a népcsoportért legtöbbet dolgozók elismeréseit. Igazi ünnepi hangulat fogadta a Bonyhád Művelődési Házban a bukovinai székelyek búcsújára érkezőket, köztük a népes 60 fős madéfalvi delegáció tagjait. A küldöttségben ezúttal helyet kaptak a Szkóla és az Amadeusz énekkar tagjai is. A székely találkozó első napján mutatták be Sebestyén István összeállítását Hálóadás címmel, melynek témája az elvándorlás és az új haza megtalálásának története. Illés Tibor, a bukovinai székelyek országos szövetségének elnöke arról szólt, minden találkozás erősíti a közösséget, és ha ez határokon átívelően is történik, mint a jelen alkalommal, további lendületet ad a kapcsolatok magasabb szintre emeléséhez. Minden program, ami különösen ugye ebbe az esetünkben is, ugye a bukovinai székelyek ahol voltak, és többek között ugye Madéfalvára indultak, tehát mindenképpen én úgy gondolom, hogy erősítjük egymást, és valóban megkeressük azokat a gyökereket, amelyeket valaha és illetve kaptunk az őseinktől. Ez nagyon sokba játszik, hiszen úgy gondolom, hogy mindenki számára egy erőt ad. Én bízom benne, hogy egy olyan fajta erőt ad, és segítséget, támpontot, és főleg arra mutasson rá, és akkor már megérte, hogy a tiszta forrást keressük. Mindig azt arra törekedni, azt, hogy törekedjünk a szépre és a jóra, mint ahogy Andrásfalvi Berci bácsi szavaival éljek, mert az ember nem születhet, ugye nem születik tökéletesen, de úgy gondolom, ha törekszünk rá, akkor mindenképpen a kultúránk szépsége erőt ad, és rávezet arra, hogy milyen értékeit képviselünk, és mi az az érték, amit tényleg az ember úgy gondolom rövid életbe érdemes kövessen, és tegye, hiszen nem rólunk van szó, hanem jövőről van szó. És sokszor beszélnek a madéfalvi veszedelemről, de azt megérni, találkozni, azt, hogy tényleg ott vannak a temetők, ott vannak azok akik elhunytak. Tehát kézzelfogható, szinte kézzelfogható, úgy gondolom, ezek a dolgok. Ez teljesen, ők beszéltek, de igazság szerint ez adta meg, és ez világosította rá arra, hogy tényleg egy népcsoport, aki megjárta, aki ott született Madéfalván, vérben, mint ahogy többször mondjuk. És azokat az értékeit tudja mai nap is hordozni és felmutatni, amelyet akkor kaptunk, és tényleg nehéz küzdködés árán, de megtartottak számunkra, és ez számunkra nagyon fontos. És ez a nap szolgált arra is, hogy átadják az elismerő címeket azoknak, akik kimagaslóan sokat tettek a népcsoport felemelkedéséért.
Sebestyén Ádám díjat vehetett át posztumusz Sebestyén Gyula, akinek köszönhető, hogy Szekszárdon a székely közösség házra talált, és elkezdhette a működést. Nagyon jó volt vele együttműködni. 2010 óta ugye vagyunk egyesület, és az első alkalommal ő felkarolt bennünket. Először is, hogy helyet adott, mert ugye bolyongtunk a városba, hogy hol is lehet, ahol meg tudunk húzni, hogy hát valahol programokat megtartsuk. Volt olyan alkalom, hogy 3000 forintot fizettünk egy órára, és mikor lejárt az óra, akkor kitessékeltek, hogy lejárt a bérleti díj. És ezt ugye Gyula figyelte, meg sokan, és azt mondja, nagy gyerekek, gyertek hozzánk. Az első nagy támogatás, amit még a mai napig is, ahányszor oda megyünk, mindig ő van az eszembe, az emlékpark. Arról volt szó először, hogy csak egy kopjafa legyen, mert ugye mi elég későn alakultunk 2010-ben Szekszárdon, mint székelyek, és azt láttuk, hogy minden településen van valami jel, hogy ott vannak székelyek, egy kopjafa, vagy egy székelykapu, vagy valami hasonló. És akkor hát beszéltük, hogy akkor legalább, és akkor ő kitalálta, hogy nem egy kopjafa. Itt megnéztük a város, vagy a tagjaink összetételét, 5 faluból való székelyek vagyunk, tagság szempontjából, és azt mondja, mindegyik, 5 bukovinai falu tiszteletére állítottunk 5 kopjafát, mindegyikre rá van írva, hogy melyik falu, és mikor települt, és a 6. kopjafa, ez az ő kérése volt, az pedig arra, hogy hazaértünk, és az az összetartozásunk, az összefogásunk, az együttlétünknek a szimbóluma. Elismerésben részesült Keresztes Andor Mári Gyüli plébános és Sebestyén Miklós a székely csűr tervezője, valamint Kosnás Árpád néptáncoktató. Az idei esztendő kiemelkedő eseménye volt, hogy hosszú évek előkészítő munkájának eredményeként a búcsú miséjét Madifalvi Egyházi Méltóság Tamás József nyugalmazott segédpüspök celebrálta. Első alkalommal vagyok itt ezen a helyen. Még voltam egy alkalommal a Mária gyűdön, úgy szintén a bukovinai székelyeknek a búcsúján. De ez most különleges is érzés, mert akkor, amikor az idén, január 7-én Madifalván megünnepeltük, illetve hát megemlékeztünk a 1764-ben történt eseményekről, akkor az ott jelenlévő bonyhádi, meg innen a környékről lévő bukovinai székelyek meghívtak, hogy látogassak el. És én örömmel jöttem el, mert ebből a népből származnak ők. A történelem úgy hozta, hogy hosszú utat tettek meg, amíg eljutottak idáig. Az emberi kegyetlenségnek, meg a gonoszságnak a munkálkodása alapján történt mindez. És éppen ezért jó, hogyha ápoljuk ezt a gyökereket, egy helyről származunk, egy népnek vagyunk a fiai, és hogy most is itt együtt lehetünk, ez számunkra nagyon fontos erősíteni. A mai, ebben a keménynek látszó világban, ahol most annyiféle kihívások előtt állunk, hiszen a háború is, meg más egyéb dolgok is, szükségünk van arra, hogy egymást erősítsük. Ha egy néphez tartozunk, akkor úgy szép és úgy jó, hogyha ápoljuk ezt a közösséget, egymást erősítve, egymást bátorítva, és adja jó Isten, hogy valóban ez a testvériség éljen bennünk, és továbbra is tartson meg bennünket nemzetiségünkben is, hitünkben is.
Az ünneplők kismányokon a Székelyportán elhelyezett kereszteknél emlékeztek meg a bukovinai egykori falvak lakóiról, őseikről. Az ünnepség szónoka volt Szentes Csaba, Madéfalva polgármestere. 2014-től ez a Madéfalva és a bukovinai települések között egyre szorosabb ez a kapcsolat, és ma nem lehet itt velünk Potapja Árpád János, de nagy köszönet neki, mert ő ezért naponta sokat dolgozik, és ma is több száz kilométerre Székelyföldön hivatalszerűen végzi ezt a küldetést, a székely népet képviselni, közösségünkért dolgozni. És itt állunk egy kisebb csűr előtt, és ugye itt a kontraszt elől az első udvaron, ha nincs is elválasztva, de a ház, a hátsó udvaron a csűr, és ahogy mondja Székelyföldön, az ajtón belül, ha belépsz, akkor ott megismered, hogy amikor beléptél, hogy ahogy mondják, milyen az asszony, milyen a fehér nép, hogy dolgozik, milyen gazdasszony van. És a hátsó udvarra, hogy hátra léptél, az a gazdát, az embert jellemzi. És úgy látom, hogy itt Kismányokon úgy az asszom, mint az ember jó végezte a munkát, hisz a porta rendezett, szép ház és szép csűr és istáló van. Rég készülünk erre, régi dédelgetett álmunk, hogyha már Madéfalvának van püspeke, székely püspek, akkor ezen a székely búcsún akkor egyszer hátra sikerül, hogy a Szentmisét ő mutassa be, és hál' Istennek a meghívásnak most eleget tett, és felemelő érzés volt, hogy itthoninak éreztük magát, de mégis azt éreztük, hogy talán tudtunk hozni ebbe a búcsúba valami plusz, ami mi otthoni, de ugyanakkor kaptunk is, mert itt valójában testvéreink vannak, ugyanúgy beszélnek, mint mi, ugyanúgy gondolkoznak, mint mi, tehát nagyon meghatódottak voltunk az egész mise alatt ettől a hangulattól, ami így egybe. Én azt érzem, hogy ez külön nem tud megtörténni. Tehát egybe tudunk erősek lenni, és tényleg segíteni tudunk egymáson azzal, hogy itt vagyunk, beszélgetünk egymással, bátorítjuk egymást. Ebben nagy erő van ebben az együttműködésben, ami a madéfalviak, a székelyek, a bukovinai székelyek. Tehát én úgy érzem, hogy ma ezt hozzá tudtunk tenni egy picit. Nagyon érdekeltek voltak otthon az emberek, hogy eljönni a székelybúcsúra. Amúgy még voltunk mi székelybúcsúra, nem ilyen sokan, de még voltunk. De hát ez, hogy miatt a püspök úr, ez még egy pluszt adott úgy mindenkinek. És most már mondhatni azt, hogy havonta találkozunk, vagy Madéfalván, vagy itt valamelyik településen egy élő kapcsolat van a bukovinai székely közösség és Madéfalva között. Az összefogás fontosságáról beszélt Csibi Krisztina, a Magyarság háza igazgatója is. Úgy értékelte a találkozót, mindaz, amit Szent István gondolt a magyar egységről, most ismét testet öltött. Azt gondolom, hogy ez egészen Szent Istvánig vezethető vissza, pontosabban az utolsó pár órájáig, amikor is utód nélkül maradván a nagy boldogasszony kegyelmébe ajánlotta a magyar hazánkat. Mi azóta is úgy érezzük, főként a bukovinai székelyek, akiknek a nagyon sok keserves helyzet után is ő jelenti számunkra a segítséget, a támogatást napjainkban is. Nekünk különösen fontos. Ezért is zarándokolunk több százan minden évben Csíksomjóra, és nekünk, ahogy a püspök atya is mondta a Szent Misén, nekünk ez egy kis Csíksomjó itt Kismányok, amit 1989-ben éppen a rendszerváltáskor azért építettek, hogy a bukovinai székelyek zarándok helyévé váljon, és azt hiszem, hogy mára beváltotta az ehhez fűzött reményt, és nagyon örülök annak is, hogy a két évente megrendező székely találkozó most már többször is egybeesett az zarándoklattal, és hogy itt októberben ilyen gyönyörű napsütéses időben együtt lehetünk ismét több százan. Áldott a fehérnek gyümölcse Jézus, asszony
Az ünnepség részeként avatták fel a székelycsűrt, a kismányoki székelyporta újabb elemét, mely a jövőben közösségi célokat szolgál majd. Tervezője és részben építője az a Sebestyő Miklós volt, aki ezért a munkáért kapott előző este elismerést. Ezek a munkák, amiket az ember csak úgy végezhet el, hogyha érez belül valamit, valami olyan fontos dolgot, ami a származásunkból és az eredetünkből adódik. Ez támasztotta meg, vagy biztosította azokat a feltételeket nekünk, hogy egy ilyen házat megvalósítassunk. Egy olyan kutató munka előzte meg, ami már a mellettünk lévő lakóépület tervezésénél, vagy tervezés előtt megtörtént. Ez azt jelentette, hogy kinn a régi bukovinai falvakban tartottak bejárásokat, illetve a házakat elemezték, és hát voltak segítségek, akik korábban már gyűjtöttek, azoknak az írásait vettük alapul, és ennek a lakóépületnek ugye a melléképületeit is akkor ugye meg felgyűjtötték és lejegyezték, és ezeket vettük elő, és így próbáltuk újra megépíteni, vagy újra teremteni ezt a csűrt. Hát most már nagyon jó érzések vannak bennem, egyrészt azért, mert az ünnepség az nagyon jól sikerült, az zarándoklat is, a mise is, az időjárás is kiváló, és mosolyog és boldog mindenki. Én érzem azt, amit hallhattunk ma már többször is, hogy a mi kultúránk és az ebből adódó lehetőségeket próbáljuk mi meglovagolni, és ez egy fantasztikus érzés. Székely emlékeket őriz a dombóvári Szent László tér, ahol tudatosan felállították azokat a jellegzetes építményeket, mint a hagyományos székely falukép egyik fő eleme a székelykapu, illetve a másik közismert kulturális eleme a kopjafa. Mindkettő a székely identitásra hívja fel a figyelmet. Ezen felül programok sorával igyekszik a dombóvári székelykör éltetni a hagyományaikat, a kultúrát becsempészni a mindennapokba. Dombóváron 2011 óta található meg a Szent László téren a székelykapu, amit akkor egy évforduló kapcsán állított a helyi székelykör. A hely adott volt, mert itt akkor ezen a részen nem volt semmi különös építmény, semmi. És az akkori kertvárosi képviselő Kerényi Zsolt felajánlotta az ő képviselői keretét ennek a dolognak az elindítására. Ez 2010 év végén volt, az utolsó pillanatban íródott alá, hogy így szépen fogalmazzak, az engedély, hogy a képviselői keretet erre felhasználhatja. És akkor gyakorlatilag, miután ez a pénz már megvolt, akkor a következő év elején akkor elkezdtük szervezni, és adományokból, tehát dombóvári és dombóvár környéki polgárok adományából, független attól, hogy székely vagy nem, összejött az a pénz, amibe került ez a székelykapu. És ezt április 18-án állítottuk föl, Ömböli Zoltán hidasi asztalosmester és Szemcsuk István közös munkája, és tulajdonképpen a bukovinai székelyek hazatérésének a 70. évfordulójára állítottuk. Ezt a székelykaput akkor felállítottunk, egy gyönyörű ünnepséggel tulajdonképpen felavattuk, rengetegen voltunk, és tulajdonképpen a Tolna megyei székelyek minden egyesület képviseltette magát. Azóta is minden évben itt találkozunk, összejövünk, és igazából ez egy szép dísze Dombóvárnak. 2014-ben a Madéfalvi veszedelem 250. évfordulója alkalmából egy újabb döntést hozott a székelykör, hogy ezt az évfordulót egy az utókor számára itt hagyott emlékkel teszi teljessé. A Madéfalvi veszedelem az a bukovinai székelyek születésének időpontja, mert ugye Madéfalváról és környékéről űzték el az osztrákok a székelyeket is, akkor mentek Moldvába és utána Bukovinába, és ott telepedtek le. Ennek az emlékére, a 250. évforduló tiszteletére hoztuk létre ezt az emlékhelyet, amely tartalmaz 5 bükkfát, ami az 5 bukovinai székelyfalura emlékeztet, és elültettünk egy madéfalvi
fenyőfát is. A terület terep rendezése 2020-ban lett teljes, amikor Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője támogatásával és Dombóvárváros önkormányzatának aktív közreműködésével letérkövezték a terület egy részét, illetve végleges helyére kerülhetett Szent László szobra is. A szervezet igyekszik programokkal életben tartani a székely hagyományokat, az idei évtől sikerült óvodai oktatás keretein belül a legkisebbeket is bevonni. Covid járvány óta az emberek nagyon begúvóztak, inkább otthon ülnek, nehéz kimozdítani, meg én úgy látom a mi egyesületünknél is, hogy kicsit elöregettünk, és igazából nagyon nehéz mozgatni. Most én arra gondoltam, mert ugye több rendezvényünk volt már, eljönnek az emberek, de nem olyan lelkesedéssel, mint régebb, és én már arra gondolok, hogy eljön az az idő, amikor át kell adnunk a fiataloknak a stafétabotot. Kiknek fogjuk átadni? Ezért gondoltam arra, mert nagyon sok egyesületben, amit én látok, Székely Egyesületben, ugye Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének a tagjai vagyunk, és látom, hogy vannak olyan egyesületek, ahol a fiatalok odaálltak a dolog élére, ott nagyon felpezsdült az élet, itt gondolok Bátaszék, akár Hidas, Majos, Izmény, tehát olyan, sőt, hát Hőgyész viszi itt a prímet ebben, hogy a kicsikkel kezdtek el foglalkozni, a gyerekekkel. Potápi államtitkár úr azt mondta, hogy most abban a szakaszban vagyunk az egyesület életekben, hogy az egyesületek életében, hogy a hagyomány már nem úgy van, mint régen, hogy megtanultuk a szüleinktől, nagyszüleinktől, már nincs az az összetartás a családokban, nem lehet úgy megtanulni, átadni, tehát teljesen más világot élünk, úgyhogy újra kell tanítani a székely, a bukovinai székely hagyományokat, a kultúrát. Na most ebben az irányban teszünk egy lépést. Most októbertől elkezdünk egy óvodában székely hagyományokat, táncokat tanítani. Megvan az érdeklődés, hál' Istennek. És én azt gondolom, teljesen függetlenül, hogy valakinek vannak székely gyökerei, vagy nincsenek. Ha valaki meg akarja tanulni a székely hagyományokat, néptáncot, éneket, meséket, akár a kézművességet, akkor adjunk lehetőséget. Természetesen olyan programok is vannak, amik az idősebb korosztályt célozzák meg. A Tamási Áron év keretein belül irodalmi estekre hívják az érdeklődőket. Az a tapasztalat nagyon tetszik az embereknek, és minden alkalommal egy olyan neves erdélyi írót vagy költőt mutatunk be. A következő alkalommal október 27-én Sütő András Kossuth-díjas erdélyi magyar író munkássága elevenedik meg a Dombóvári Könyvtárban. Mára megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!